Én azt gondolom, hogy nyilván mindenki látta a mérkőzést, de aki látta a mérkőzést, látta, hogy rosszul játszottunk. Támadásban azt gondolom, hogy ennél sokkal jobban kell játszanunk. 48 pont vagy 46 pontot dobtunk, ez nagyon kevés, úgyhogy a Montenegrónak gratulálni kell, mert nagyon agresszívan és nagyon keményen védekeztek. Azt mondom, erre nem is voltunk ennyire felkészülve, de engem, amit akarsz, az a támadás. Nagyon lassan támadtunk szerintem, nekem is volt egy csomó olyan támadás, amikor ott paltotottam a labdát fönt 20 másodpercig, és semmi nem történt, majd igazából fejvesztve nekiszaladtam a gyűrűnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezen egy kicsit majd át kell beszélnünk, hogy hogyan fogjuk azt a támadást úgy megoldani, hogy sokkal inkább gyorsabban, mind szerzett adva, mind lepattan után, hogyan megyünk át gyorsabban tranzícióba, és hogyan tudunk olyan korai pick and roll játékokat játszani, amikkel egy kicsit levesszük a nyomást a mezőnyjátékosokról. Ezt remélem, hogy ezt a következő meccsen jobban fogjuk csinálni, és hát muszáj lesz jobban csinálnunk. Ettől függetlenül köszönjük szépen tényleg a szurkolóknak, hogy végig itt voltak és szurkoltak nekünk, mert ez nagyon fontos, és nagyon sokat számít nekünk. És azt kérem, hogy továbbra is tegyék ezt így, mert most jönnek azok a mérkőzések, amik igenis fontosak. Most jön az a két mérkőzés, amin nekünk nyernünk kell. Kezdve ezzel ugye a hétfői Csehek elleni mérkőzés, nagyon-nagyon föl kell készülnünk, és ez az, amiért jöttünk. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy a csapatban mindenki, a szurkolók, a vezetőség, mindenki erre most felkészül. Én magam is, mert én például ma egy nagyon rossz mérkőzést játszottam, úgyhogy remélem, hogy összeraknak az orvosok, és akkor menjünk, és hétfőn neki menjünk a Cseheknek. Egy szünnap elég lehet arra, hogy összerakjátok a támadást, amit mondtál? Most nem fogunk nyilván nagy dolgokba vele menni, itt annyi dolgot kell, hogy le kell tisztázni azt, hogy hogyan fogunk átmenni egy lepattanóból a támadásba. Centereknek nem le kell futni, hanem föl kell jönni, hogyan fogunk esetleg blokkokat adni, hogyan tudunk a védekezésben jobban, mi is, mint mezőnyök, például sokkal jobban nyomást gyakorolni úgy a mezőny emberekre, hogy a centerek ne kapják meg annyira könnyen a labdát, és ezzel mi hogyan tudjuk. Szóval egy csapatként hogyan tudunk jobban működni, hogyan tudunk egymást, hogyan tudjuk jobban segíteni, mert ugye erről szól a csapat, és remélem, hogy ezt a Csehek ellen jobban fogjuk csinálni.